Nagy tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket, és ismételten az aktividánról, a barna algáról szeretnék beszélni, mert az algáról már régóta tudom, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindenre jók az algák, de nem mindegyik jó minden vércsoportnak. Én a vércsoport szerinti táplálkozás egyik hazai élharcosa vagyok, és amikor megtudtam, meg így be is igazolódott, hogy az aktividán, a barna alga minden vércsoport számára hatásos, akkor eleve az volt a másik, hogy az aktividán termék hogy van, kivonatos formában van, vagy pedig csak magában az alga plusz. És kiderült, hogy kivonatos formában, és csak a jó hatékonyag, a fukuidán hatóanyag az, ami benne van, és ennek olyan immunrendszer erősítő hatása van, hogy az immunrendszerünk tulajdonképpen ellen tud állni minden olyan hatásnak, ami megtámadnak bennünket, akár a sugárzások révén, akár a különböző fertőzések révén, akár annak révén, hogy valamilyen rendellenességek vannak az immunrendszerünkben, tehát helyreállítja az immunrendszer működését, és ezzel fejti ki a jó hatását, mert például, csak egy érdekes példát mondok, Japánban, Okinawa szigetén nagyon sok algát fogyasztanak, mert ebből leves csinálnak főzeléket, nyilván nem a kivonatos formájából, de mégis érdekes módon ott van a világon a legtöbb 100 év fölötti ember, ha 10 000 lakosra nézzük. Ez annak a következménye, hogy akik rendszeresen fogyasztják, csak úgy megelőzés céljából, azoknak tulajdonképpen nincs semmi különösen problémájuk. Akik viszont betegség vagy egyéb egészségügyi probléma meg immunrendszer erősítésre használják, annak megfelelő nagyobb dózisba kell ezeket a kis tasakokat beletenni vízbe, és ezt a folyadékot elfogyasztani. Na már most itt a folyadékfogyasztás is attól függ, hogy ki milyen testtömegű, ki milyen évjáratú, hány éves, vagy milyen betegsége van, ennek megfelelően kell, de ez tulajdonképpen az interneten, illetve ha megnézzük az aktividánnak a netes részét, akkor ott minden jól el tudunk olvasni, meg tudjuk nézni, és tulajdonképpen, hogy lehet hozzájutni, videót csatolt linken meg fogjuk találni. Ami jó, az tulajdonképpen a gyógyszeripar nem örül neki, mert az immunrendszer, ha jól működik, meg az egészség rendben van, akkor nem leszünk gyógyszerfogyasztók, és inkább legyünk táplálékfogyasztók, vagy táplálék kivonatfogyasztók, mint az aktividán, fukuidán tartalma is, az is egy ilyen táplálék kivonat tulajdonképpen. Ezekkel tudjuk elérni azokat a hatásokat, amiből, hogyha magát, a barna algát fogyasztanánk, akkor lehet, hogy annyit kellene megennünk, mint ahogy Okinawa szigetén elfogyasztanak a japánok, de így viszont jóval kevesebb mennyiséggel el tudjuk ugyanazt a hatást érni, mert sajnos nálunk nem mindennapi része a táplálkozásunknak az, hogy algákat fogyasztunk, míg a japánok, mert ez mindennapi rész. Én azt tudom mondani, hogy ez akkor hatásos, hogyha étkezés előtt, közvetlenül az étkezés elején fogyasztjuk ezt az italt, és nagyon jó hatással lesz, de ne számítsunk arra, hogy egy két ital után már jobban leszünk. Egy folyamatos, rendszeres fogyasztással legalább egy hónap kell, hogy egy olyan javulás, ami már vérképe kimutatható. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy aki még eddig nem próbálta, kérdezzen meg olyat, aki próbálta, ez mind jót fog róla mondani, és vegye kezébe a saját egészségét, és használja az aktividánt, a fukuidán tartalmánál fogva meg fogja látni, hogy milyen előnyöket élvez a szervezete az eddigiekkel szemben. Köszönöm a figyelmet!